Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Szövetség a változásokért. Ezzel a címszóval hirdette meg az MSZP még az elmúlt év végén, hogy januártól egyeztetésre hívja az ellenzéki pártok és hát civil szervezetek képviselőit is, nem csak a pártokét. Aztán ezek az egyeztetések el is kezdődtek. Ma az oktatáspolitikáról beszéltek. Hiller István a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valahogy úgy fogalmazott a sajtótájékoztatóján Ön, hogy nem hátra kell menni, mint hogy a Fidesz megy az oktatáspolitikában, hanem előre. De hogyha Önök most mindent visszaállítanak a 2010 előtti szintre, hát akkor Önök is mégiscsak hátra mennek. De nem gondolom, hogy mindent ott kell folytatni, ahol 2010-ben abba maradt. Nem úgy gondolom, hogy csak az az irány lehet, hogy vagy azt csinálod, mint a Fidesz, hogy most 1973-at játszunk a közoktatásba, vagy az, hogy az jó, 2000... Az részese lennék még. De hát ez biztos, hogy az egész oktatás ügyékére lenne. Tehát a másik út pedig kizárólag az, hogy ahol 2010-ben abban maradt, ott változatlanul mindent folytatni. Ez egyikünk se, egyik résztvevőnk se ezt az álláspontot, ezt a véleményt képviselte, hanem kell tudni hozni újat, persze kell tudni olyan dolgokat tenni, amelyek az elmúlt 2,5-3 évben lehetetlenné tették, hogy modern magyar oktatás legyen. Én társadalmi bűnnek tekintem, nem csak szakmai hibának, a tankötelezettség korhatárának csökkentését, hogy bármely politika 16-17-18 éves lányokat és fiúkat kidob az utcára. Tehát ez mindig az az érv, hogy más országokban is így van. Tehát, hogy nálunk magas, máshol pedig ennél alacsonyabb volt a tankötelezettség. Aki ilyet mond Önnek, annak ne higgyen. Önnek egyébként is nagy tehetsége van abban, hogy nem hiszel csak úgy ilyen odadobott mondatokat. Nem csak nekem mondják, ez teljesen hivatalos sajtótájékoztatókon, kormányszóvivői tájékoztatókon hangzott. Az ostobaság az sajtótájékoztató független, tehát nem attól ostobaság, hogy valaki sajtótájékoztató mondja, vagy nem. De ha kérdezi, akkor szívesen elmondom, mert két olyan terület volt tőlünk északnyugatra és tőlünk délkeletre, akik a válság hatására hozzányúltak a tankötelezettséghez. Az egyik Anglia volt, amelyik 2011-2012-ben úgy döntött, hogy a válságra az egyik legjobb válasz a tankötelezettség megemelése, ezért azonnali hatállyal 2013 és 15 között felemeli a tankötelezettség határát. Mennyire? 16-ról 18-ra, hát akkor és nagyon gyorsan. Volt. Eddig alacsonyabb volt, mint nálunk. Na de most azt a válaszlépést lépték meg, kimondottan az angol parlamenti vita jegyzőkönyve rendelkezésre áll minden interneten hozzáférő. Értem, de alacsonyabb volt, tehát 16 volt ott is. Tőlünk délkelet irányba, Törökországba, ahol a válság nem olyan erősen, sőt más módon hat. Oda ömlik a pénz. Beruházások vannak, de úgy gondolják, hogy egy viszonylag fiatal társadalom, hogy meg kell teremteni a lehetőséget ennek a társadalomnak, hogy a szó minden értelmébe felzárkózzék, így aztán ők is hozzányúltak a tankötelezettség korhatárához, megemelték. Voltak, ahol nem nyúltak hozzá, de tőlünk északra és délre, keletre és nyugatra csak egy ország van, amelyik, hogyha változtatott, akkor csökkentett a tankötelezettség határán, és ez Magyarország, még pontosabban a magyar kormány. Nincsen olyan példa, egyetlen egy sincs, hogyha változtattak, akkor lefele vitték volna. Csak arra van példa, hogyha változtattak, akkor fölfele. Egyébként több helyen nem nyúltak ehhez hozzá. Mi azt gondoljuk, hogy igenis ez egy egyetértési pont, ma alapelvekről egyeztettünk, alapelvekbe megegyeztünk, a tankötelezettség korhatárát mindannyian úgy gondoljuk, hogy a 18 éves korhatárra vissza kell állítani. Ezt az iskola fenntartó központot megszüntetnék? Hát ez az iskola fenntartó központ az ország legnagyobb vállalata. Valóban olyan jó 1973-ban való, de akkor persze ilyen nem működött. Tehát aki azt mondta, a Klebersberg intézmény fenntartó központot meg. Tehát visszacsinálnánk azt, amit most januártól csinált a Fidesz. Nem, mert például a járási tankerületek dolgában én az elkövetkező
üléseken, hiszen nem minden kérdést zártunk le, hanem azt mondtuk, hogy ne akarjuk már két óra alatt az egész magyar oktatásügyet megvitatni, hanem egy menetrendet fogadott el a közös nyilatkozatot aláíró pártok egésze, akkor a járási tankerületek dolgában én nagy megfontoltságot gondolok. Nem kell csak azért szétverni mindent, mert ez a kormány csinálta, viszont az, ami akadályozza az oktatás modernizálását, azt fenntartás és gátlás nélkül kell kidobni. Akkor ez azt jelenteni, tehát ha járási központok megmaradnának, maga az oktatás fenntartó központ nem maradna meg, akkor most a közoktatásban az intézmények maradnának állami kézben, avagy sem? Azoknál az önkormányzatoknál, amelyek akarják, hogy intézményfenntartók legyenek, és erre anyagi értelemben képesek, ott megteremtjük, hogy intézményfenntartók lehessenek ismét. Mondok egy konkrét példát. Hát anyagi értelemben akkor lesznek képesek, hogyha megfelelő összegű költségvetési forrás is kapnak hozzá, nem? Hoho, csak itt szerintem egy dologra nem tértünk még ki, nem csak a mai beszélgetésen, hanem általában. Az az ábra, hogy egyre több önkormányzat jelzi, hogy sokkal több pénzt von el a kormány, mint amennyibe a feladat kerül. Átvesz tehát az állam feladatot, például az iskolák államosítása révén a közoktatási működtetés, fenntartás kérdésébe, csak hogy nem annyi pénzt von el, amennyibe ez az önkormányzatnak plusz az állami normatíva került, hanem többet. Én 100 milliós különbségekről tudok egyes önkormányzatoknál, 3-400 millió forinttal von el többet az Orbán kormány, mint amennyibe az a feladat került, amit államosít. Következés. Hát, és ez ki, és hogyan számolja ki? Tehát mit számolnak ilyenkor? Tehát, hogy mennyibe került a bér, a villanyszámla, minden önkormányzatnak, a nem tudom mi, és akkor most csak a villanyszámla marad, a bér nem, tehát hogy... Ezt tanév végére lehet pontosan látni, de az önkormányzatok számos, és azt kell mondjam, hogy nem csak szocialista vezetési önkormányzatok. Pontosan tudták, hogy az iskoláik fenntartása mennyibe kerül. Ez állt az állami normatívából, meg amennyit ők hozzátettek. A működés, a fenntartás egész költségei. Ez most az egyszerűség kedvére az adott önkormányzatnak 100 forintjába került. Most elvonta ezt a feladatot az állam, meg elvont 115 forintot. Következésképpen az átverésnek egy minősített esetével állunk szembe, amikor is úgy gondolják, hogy az államosítás révén egyszerűen az a pénz került szintén központosításra, ami idáig a közoktatás szolgálta, csak hogy én azt állítom, hogy ennél lényegesen több. De az eredeti kérdésére érdemes mégis úgy válaszolni, hogy azok az önkormányzatok tehát, amelyek képesek és amelyek testületi döntéssel kinyilvánítják, hogy ők akarják, hogy iskoláik legyenek, azoknak meg kell teremteni, és meg fogjuk tudni teremteni a feltételeket, hogy iskola fenntartók legyenek. És akik nem akarják, azok akik nem akar, igen. Állami. Igen, azért, mert azt gondolom, hogy az önkormányzatiságnak az egy helyes értelmezése, hogy az önkormányzat tud és akar dönteni abba, hogy milyen feladatot képes és hajlandó végezni. Hát akkor most ezzel azt mondja, hogy a Fidesz oktatás politikájának ez a része, az helyes, és az ön ízlésének is megfelelő. Hiszen a Fidesz is ezt mondja. Mit? Nem. Ezt. De hogy is. A Fidesz azt mondja, hogy Nyírbátortól Zalaegerszegig mindenki. Hát azt mondja, hogy amelyik önkormányzat akarja, az ugye megtarthatta a fenntartói szerepet. Hát kérem, azért a Fidesz azt mondja, hogyha egyébként továbbra is fontos volt neked, hogy meszelhesd az iskoládat, akkor nagykegyesen megengedjük, hogy a mész, a festék, a vödör, az ecset, meg a festő szakember előállításával és odaállításával ezt a nagy nemes közoktatási feladatot elvégezd. És a tulajdonjog is megmarad. A tulajdonjog megmarad, csak éppen a nemzeti alaptanterv, csak éppen az egyes kerettantervek, csak éppen a pedagógusi szabadság, amelyet sikerült 10%-ba meghatározni, hogy ilyen 1978 óta nem volt, ez nem marad meg. Tehát én fontosnak tartom, hogy Magyarországon olyan városok és települések, amelyek ősi iskolavárosok, Sárospatak, Debrecen, Pápa, Sopron, Szeged, Székesfehérvár és Szombathely, Pécs, évszázados hagyományokkal rendelkeznek, akkor azok az emberek, akik ott élnek, választottak egy magisztrátust, ahogy ezt a középkorban mondták, önkormányzatot. Nyilvánítsák ki,
akarják-e, hogy ahogy évszázadokon keresztül egyébként őnekik, a városuknak iskolája legyen, és ez az állam... Ezt miért csinálják, hogy miért szeretnék csinálni, hogyha 2014-ben önök győznek egyedül szövetségben, most ez mindegy is az ügy szempontjából. Nem merik visszacsinálni az előző állapotot teljes egészében, vagy miért? Nem gondolom, hogy bátorság kérdése, mert vannak olyan települések, általában kisebb települések, de most ne a legkisebb falura tessék csak gondolni, amelyek a legjobb jó szándékukkal is akartak fönntartani iskolákat, de azt kell mondjam, hogy a finanszírozás, tehát nem a szakmai színvonal, a finanszírozás szempontjából ez nem ment. Nem akarok olyat ígérni, hogy itt üljek 3 év múlva, és adott esetben, vagy bárki, aki ezt vallja, ön megkérdezi, és olyan dolgot mondunk, amit akár finanszírozás, akár pedig az önkormányzatiság miatt nem lehet betartani. Olyan dolgot lehet és kell mondani, ami végrehajtható, ami finanszírozható, és ami a helyi akaratnak is megfelelő. De azt mondom, hogy ez egy egységes uniformist von ez a jelenlegi rendszer mindenkire. Meghatározták, hogy 46-os a méret. Teljesen mindegy, hogy hosszabb a lábad vagy rövidebb. Ha kilóg a bokád, hát kilóg, hogyha kisebb és eltakarja a lábfejedet, hát a 46-osban azért mindenki az is általában belefér. Tehát kevesen nem fér, hogyha cipőről beszélünk. Ön biztos sokkal jobban ért a divathoz, de most egy olyan 46-osról... Ez a divat kérdés, a 46-a, látott már 46-os cipőt? Ekkora. Hogy ne láttam volna, hazamegyek, minden nap látok. De nem az enyém. Erre az. Nem kérdezek rá. Tehát, hogyha ezt példának hozta, akkor azt mondom, hogy tehát ez úgy példa, hogy a Fidesz pont tágabbra szabta a határokat, hogy mindenki beleférjen. Igen, nem. Azt akartam mondani, akkor ne a cipő méretet vegyük, jó, csak hogy mindenki értse, hogy itt mindenkit ugyanolyannak tekint, aki magasabb, meg aki alacsonyabb is. Ezért nem képes ez a rendszer gondoskodni azokról, akik a legelesettebbek. Nem tudja értelmezni. Tudja, mit mond? Hídprogram. Mert magába, ebbe a szervezetbe, ebbe a szerkezetbe nem tudja fölfogni azt, hogy akinek több segítség kell, mint általában, mint az általános, azzal mit csináljon, és a legtehetségesebbekkel se tud mit csinálni. Azok, akik az átlagtól messze elütnek, akikkel a tehetséggondozás... És bele tudnának mit csinálni? Igen, hát ez az uniformizált rendszer, ez alkalmatlan rá. Ezért mondom, hogy e tekintetben a sokszínűség az a tehetségnek, a tehetséggondozásnak, ebbe beleértem most azt a munkát is, amikor a legelesettebbekből próbálod azt a tehetséget kihozni, ami egyébként benne megvan, mert hát ez a pedagógia feladata, ez éljen. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy egyébként minden városba, minden faluba, mindenhol, ahol iskola működik, ugyanúgy, mert nem ilyen a világ, nem ilyen az ember, nem lehet ilyen az oktatás. Ezért bizony erre egy megfelelő, az elkövetkező hetekbe sorra kerülő tárgyalásokon, közoktatásról és felsőoktatásról beszélve kell, hogy vagy érdemes, hogy egyesére jussunk. Erről szól többek között ez a tárgyalássorozat. Mit szól a megegyezéshez, amit a pedagógus szakszervezetek egy része írt alá, hangsúlyozva, hogy nem ezt akarták, sose akarták az iskolák államosítását, de ez egy részmegállapodás, és a semminél sokkal jobb, hiszen értek el eredményeket. Például 20 ezer pedagógus állás helyett megmentettek, azt mondta Gallóné. De hát a másik szakszervezet meg úgy vélte, hogy ez nincs így, tehát hogy ez nem elégséges, amit ígértek, vagy megállapodtak. Én egy politikai párt képviselője vagyok, aki vállaltan ennek a kormánynak politikai ellenfele. Próbálom kimutatni és bemutatni azt, amit vétenek, hibáznak vagy bűnöket elkövetnek, és egyébként alternatívát állítani, mert egy demokratikus berendezkedésben egy ellenzéki pártnak ez a kötelessége. Egy szakszervezetnek nem ez a dolga. Ezért én most se dicsérni, se elmarasztalni nem vagyok hajlandó egyetlen szakszervezet sem. Ne is azt, róluk, igen, ne róluk mondjuk véleményt, hanem magáról a megállapodásról. Igen. Egy szakszervezetnek az egyik legfontosabb dolga az, hogy munkahelyeket védjen. És hogyha igaz az, lássuk, hogy igaz-e. De most tegyük fel, hiszen ez volt a szakszervezet álláspontja, hogy ezzel a megállapodással munkahelyeket védett. Akkor a szakszervezet szempontjából az, hogy a munkahelyek védelme érdekében kompromisszumot kötött, ez egy szakszervezet tevékenységében helyes. Nem politikai párt. Én politikai párt képviselőjeként nem írtam volna ezt alá, mert politikai párt képviselőjeként azt mondom a választópolgároknak, hogy emberek, ez az egész rendszer rossz. Nem fog tudni hozni jót,
a választás a tiétek, 2014-ben lássátok be, és egyébként így is szavazzatok. Egy szakszervezet nem indul a választásokon, következésképpen a legfontosabb dolga, hogy az ő alkotó munkavállalók érdekeit képviselje. Ezért azt gondolom, hogy ha igaz az, és majd néhány hónap múlva a tanév végére nyáron pontosan fogjuk látni, hogy ez igaz, hogy munkahelyeket megvédett, akkor ez helyes volt. Hogyha mégis az történt, hogy itt nyugdíjasok és nem nyugdíjasok, sok százai és ezrei kerülnek a jelenlegi közoktatás politikának a nem csak tehetetlensége, hanem kilátástalansága miatt utcára, akkor ezt fölül kell vizsgálni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.